A napokban jelent meg a sajtóban, hogy vallási kiadók terjesztenek egy könyvet, amiben technikai tanácsok vannak arra, hogy a szülők miként verjék meg gyermeküket nevelési célzattal. Az amerikai szerző az első 7 év című gyermeknevelési tanácsadó kötetének alcíme, gyermeknevelés szilárd értékekkel és szeretetteljes gyengédséggel. Ehhez képest külön fejezet szól a gyerekverésről, ahol tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan és mikor érdemes hatékonyan megverni a szülőknek a gyermeküket. Mindezt úgy, hogy ma Magyarországon egy gyermek megverése, függetlenül az okozott fizikai sérülésektől bűncselekmény, kiskorú veszélyeztetése néven. És ez teljesen rendben van így. A sajtó kutakodása révén kiderült, hogy a kötetet az Advent könyvkiadó adta ki. A kiadó vezetője szerint ők csak terjesztik a könyvet, és különben is a Szentírás is kimondja, hogy ne vondd meg a vesszőt a te fiaidtól. A kiadó szerint a Bibliában benne van, hogy a testi fenyítés megengedett. Amikor a sajtó munkatársa felvetette, hogy Magyarországon viszont ez törvény tiltja, a kiadó úgy reagált, hogy egyéni kérdés, hogy ki mit fogad meg ebből. A kiadásért a 8 lépés alapítványa felelős. Az újságíró kérdéseire az alapítvány munkatársa nem volt hajlandó válaszolni, viszont visszakérdezett, hogy tényleg igaz-e, hogy ma Magyarországon bűncselekmény a gyermeket megverni. Államtitkár úr, rendben van-e ez így? Szabad-e ilyen könyveket Magyarországon megjelentetni, és van-e lektorálás ma Magyarországon, hogy milyen könyvek jelennek meg és miket tartalmaznak ezek a könyvek? Van-e bármilyen felügyelete annak, hogy milyen tartalmú kiadványokat lehet gyermeknevelési tanácsadó könyvként kiadni, terjeszteni? Várom megtisztelő választát államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Választatásra megadom a szót Ritvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Mint ugye arra ön is utalt, ennek a könyvnek a kiadása teljesen független módon jelent meg. Semmifajta állami szerepvállalása ezzel kapcsolatban nem volt. Iskolákban nem bukkant föl, óvodákban nem bukkant föl, senki nem engedélyezte, senki, akinek bármilyen közösségi felelőssége van, nem adta ki, nem engedélyezte, nem is fordult elő oktatási intézményekben, amúgy találták rá erre a teljesen független privát kiadványra, amit valaki létrehozott, lefordított Magyarországon, és egy amerikai minta alapján megjelentetett. Ugyanakkor, ahogy arra ön is célzott, Magyarországon minden szintű jogszabály, mind az alaptörvény szintű jogszabályok, mind a büntetőtörvénykönyv, a gyermekvédelmi törvény és az ezt résztejében is kifejtő rendeletek egyaránt a gyermekeket védik, védik a fizikai veszélytől, védik az anyagi veszélytől és végig bármilyen más kiszolgáltatottságtól. A gyermeki jogvédelme külön megjelenik az alaptörvényben, mint alapelv az igazságszolgáltatás számára, a büntetőjog számára, a polgári jogviszonyok számára és a munkajog számára is. Magyarországon a testi fenyítésnek minden módja, minden formája tiltott. A gyermekvédelmi törvénynek pont a legutóbbi módosítása ki is bővítette az ezzel kapcsolatos felismerésre és kezelésre vonatkozó szabályokat, sőt, még 2014 előtt fogadtuk el a gyermekbarát igazságszolgáltatással kapcsolatos javaslatcsomagot, amely mind a sértettek meghallgatásának módját, a sértettekkel való igazságügyi kommunikációt is igyekezett úgy módosítani, hogy a gyermekek nyelvén, nekik nem traumát okozva, számukra az ő általuk ismert szavakon, módokon, külön szobában történjen, amely szoba egyébként egy gyermekszobához hasonló módon is van berendezve. És hogy ön is célzott rá, a BTK-nak a kiskorú veszélyeztetése az külön tényállás, óvja a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését egyaránt. Úgyhogy azt hiszem, a jogszabályi garanciák erősek. Ennél a kiadványnál, mivel semmifajta bejelentési vagy más cselekmény nem történt, nem kellett, hogy történjen. Ezért a kormány is csak a sajtóból értesült ezen kiadványnak a létrejöttéről. Köszönöm szépen.